hogyha az idős részére egy lifelong learningnek is nevezhetnénk ezt, tehát az élethosszig tartó tanulásnak a folyamatában úgymond be tudjuk őket vonni, vagy lehetőséget tudunk kínálni nekik. Kis Szabolcs intézményvezető az évgyűrűkben beszélt az időskori tanulás fontosságáról, hiszen a nyugdíjas kor elérésével megváltozik az egyén aktivitása, lazulnak az emberi kapcsolatai, ezért felértékelődnek a családi kötelékek. A szellemi frissesség megőrzéséhez tehát lényeges, hogy olyan elfoglaltságot találjon az idős ember, ami által nem csak az aktivitását tudja megőrizni, hanem segít a mai kor vívmányainak megismerésében. Az egyik ilyen lehetőség a számítógép használatának elsajátítása. A számítógép és az internet használatával értelemszerűen egy új világ nyílhat meg előttük, amely új világ egyébként sok esetben segítségükre lehet a családtagokkal való kapcsolattartásban, mondjuk a távolságok leküzdésében, most hogyha egy egyszerű programra gondolunk, tehát a közösségi oldalakon át a különböző telefonálós programokra. Mindemellett egyébként saját háztartásukba boltokat tudnak úgymond behívni azáltal, hogy az interneten rendelnek meg akármilyen termékeket, vagy bármi egyéb más. Tehát én ennek csak a pozitívumát látom ebben. Valóban, tehát új dolgokat kell elsajátítani annak, aki mondjuk ebben részt fog venni, vagy hogyha már valamilyen szinten ismerete van, akkor mondjuk biztonságot kaphat ezáltal. A város vezetése szeretné, ha ezt a tudást minél több idős ember megszerezhetné Gyulán, ezért egy pályázati segítséggel folyamatos kurzusokat szerveznének a számukra, ahol a megfelelő szakemberek és önkéntes fiatalok segítségével ideális körülmények között tehetnének szert a számítógépes ismeretek megszerzésére. Az Erkel Ferenc Művelődési Központban fogunk kialakítani egy olyan számítógépes tantermet, ahol laptopok segítségével meg tud történni ez a fajta oktatás. És ami nagyon fontos, hogy mindezt ingyenessé szeretnénk tenni, hiszen azért gondolva nyugdíjasokra nem kívánunk tőlük pénzt kérni. Most a 26. testületi ülésen éppen előterjesztés lesz, van egy EFOP-os pályázat, az egész életen áttartó tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása címet viseli. Ezt, hogyha megnyerjük a pályázatot, akkor azt gondolom, hogy eldördül a startpisztoly, és akkor mindenki megelégedésére, főleg az idős generáció megelégedésére, de el tudjuk sikeresen végezni ezt a programot. A program elindításához még számos egyeztetésre van szükség. Jelenleg az önkormányzat a pályázat szakmai részét készíti elő, és már megkezdődött az idősügyi szervezetek bevonásával az előzetes igényfelmérés is.